A Kondorkör a város egyik legrégebbi képzőművészeti alkotóműhelye jövőre ünnepli alapításának 50. évfordulóját. Székesfehérvár kulturális és művészeti életének meghatározó szereplője, ahol számos tehetség kezdte bontogatni szárnyait. A képzőművészek mellett iparművészek, építészek, restaurátorok, rajztanárok is indultak innen. Közel 40 évig Pinke Miklós vezette ezt a Kondorkört, annak idején én is nála tanultam, és többen a résztvevők közül. Sőt, hát igazából hárman vezetjük a Kondorkört most már lassan 10 éve, és Szűcs Angéla kolléganőmmel, Nemes Mihály Erikával úgy kerültünk ebbe bele, hogy visszamentünk Pinke Miklós szakkörébe felnőttként, hogy egy kis időt szakítsunk magunknak, hogy egy kicsit újra alkothassunk. A nyári szünetet követően a Kondorkör ismét megnyitotta kapuit minden korosztály számára. Szeptember 9-től hétfőnként a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 210-es termében 16 órától várják a rajzolni, festeni vágyókat a gyerekszakkörre, ahol középfokú felvételi előkészítőt tartanak 7.-8. osztályosoknak, és lehetőséget biztosítanak a lelkes amatőr alkotni vágyóknak a szabad alkotáshoz 17.45 és 21 óra között. Hétfőnként a felnőtt szakkör kezdő, újrakezdő és profi tagjainak aktábrázolásra is van lehetősége. Az értékes alkotásokból aztán kiállítást is szerveznek. A Covid előtt minden évben volt a Kondorkörnek egy kiállítása, azóta ez változott, de tavaly éppen volt egy ilyen pár év után egy kiállítás, és hát szeretnénk ezt a rendszert továbbra is vinni, hogy mindig megmutassuk ezeket a jól sikerült munkákat. Sőt, hát most, hogy 50 éves lesz a Kondorkör, nekem nagy álmom az, hogy a városban, akár több ponton legyenek olyan jubileumi kiállítások, ahol visszahívjuk azokat a sikeres képzőművészeket, akik a Kondorkörben bontogatták a szárnyaikat, vagy innen indultak. A kör vezetői minden korosztályból szívesen fogadnak alkotni vágyókat, és igyekeznek minden szakmai segítséget megadni a művészeti felvételire készülő fiataloknak is.